Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy csinálok egy rövid kis videót nektek, amiben bemutatom a blogomat, illetve pár szót arról, hogy mégis miről blogolok. Tehát én az Ocarináról blogolok, ami egy nagyon nagy múltra visszatekintő fúvós hangszer. Felépítésében talán a furujához lehetne hasonlítani, de mégsem. Készül különböző anyagokból, fémből, fából, műanyagból, agyagból, különböző méretekben, icipiciben. Piciben. Közepesben. Dupla méretben. Tripla méretben, ami nekem még sajnos nincs. Vagy akár kos alakú. Esetleg teáscsésze alakú. És még sorolhatnám nagyon sokáig. Én leginkább azért szeretem szerintem, mert pici, könnyű, könnyen hordozható, bárhol magammal vihetem, bármikor gyakorolhatok vele. És imádom a hangját. És akkor most pár szólt a blogról, hogy mit hol találtok. Hogyha ti most ezt a videót nem az ocarina.info-n nézitek, akkor legyetek olyan kedvesek, és menjetek oda és nyissátok meg onnan, mert különben nem fogjátok érteni, hogy mit hova mutogatok. Tehát, ezen az oldalon találtok pár szép színes ikont, amivel eljuthattok a Facebook rajongói oldalra, ahol rengeteg szuper okarinás videót találhatok, illetve az új blog bejegyzéseimet, a YouTube csatornámnak az ikonját, a Twitter csatornámra egy linket, illetve magának a blognak az RSS csatornájára egy hivatkozást. A másik oldalon találhatjátok felül a kategóriafát, amiben böngészhettek a blogbejegyzéseink között, leginkább természetesen Ocarina témában, de egyéb zenei témákban is, illetve korták, segédanyagok zenetanuláshoz, stb. Fölöttem vannak még hasznos információk Ocarinával kapcsolatban, hogyha választani szeretnél, mert úgy döntöttél, hogy neked ez marhára tetszik, és szeretnéd te is megtanulni, szeretnél vásárolni, de nem tudod, hogy miért vegyél, mert annyiféle van. Hasznos információkat találhatsz akkor a választáshoz, illetve rengeteg oldalt összegyűjtöttem, ahonnan rendelni lehet Ocarinát. Valamint találhattok egy folyamatosan bővülő kottagyűjteményt, szintén Ocarinára kihegyezve. Most szerintem azt hiszem, körülbelül ennyit szerettem volna nektek elmondani dióhéjban. Köszönöm a figyelmet, remélem hasznos információkat találtok majd a blogon. További szép napot! Micsoda? Tükröződik, tudom is. És mit csinálják, vegyem le?